Nemrégiben elindult a kartali sportpálya és közvetlen környezetének korszerűbbé, komfortosabbá és esztétikusabbá tétele. 2016. június 26-án szülők és helyi vállalkozók segítségével az elkezdett felújítást folytatva több munka is zajlott a területen. Több mint 100 méter hosszan kerítés festési munkák voltak, előtte a kerítést meg kellett javítani, lakatos munkákat végeztünk rajta, és a szülők, a futballozó gyermekek szüleinek segítségével végeztük a festési munkálatokat. Ezen kívül kialakítottunk egy közösségi teret, ahol egy tereprendezés után, cölöpferés és murvázás után padokat, asztalokat állítottunk fel. Egy biciklitárolót építettünk, ami még teljesen nincsen kész, de egy 12 négyzetméteres betonplacot építettünk, ahol majd a biciklitároló fog épülni. Sportrep területén található egy járműszerelő akna, aminek a veszély elhárítását végezzük. Itt már a lakatos munkák kész vannak, erre még padló fog kerülni, hogy a gyermekek ne essenek bele. A sportpálya mellett fölött húzódó betonkerítés nagyon rossz állapotban volt, és ezt vállalkozók segítségével sikerült rendbe raknunk, úgyhogy most már itt is elhárult a baleset veszély ezzel kapcsolatban. Hát egy héten keresztül különböző vállalkozók ajánlották fel a segítségüket, illetve anyagot biztosítottak erre, hogy ezek a munkák elkészüljenek, illetve hétköznap is 5-10 ember, hétvégén pedig szombaton, vasárnap 30, most ahogy szétnézek, most vasárnapnál tartunk, egy 40 ember is van itt, aki segített itt nekünk. Itt főleg a futballozó kisrácoknak a szülei, illetve rokonai vannak itt, akik segítenek ebben a munkában. A sportpálya és környezetének bérbeadásáról és használatáról a helyi önkormányzat és a sportegyesület már tavaly is tárgyalt. A kérdésben a képviselőtestület ebben az évben hozott döntést. Tehát itt arról van szó, hogy évek óta, hogyha megnézik a sportpályát, sportéletet Kartalon, Isten igazából semmi se történt. Tehát nem tudtuk fejleszteni az épületet, a sportban nem tudtuk pénzt beletenni, finanszírozni, tehát felfuttatni az egész sportot. A sportegyesület megújult, újabb tagok léptek be, és olyan elnökségi tagok vannak benne, Urbán Gábor részvételével, illetve, hogyha említhetek egy-két nevet, teljesség igénye nélkül, idősebb Száraz Zoltán, fiatalabb Száraz Zoltán, Száraz Árpád, Urbán Csabi, akik eljöttek hozzánk, és jelezték azt, hogy szeretnének Kartalért tenni, hogy a sport megint újra a régi legyen itt Kartalon, a futballtól kezdve, és az összes sportágra tekintve. 25 évre jött létre a szerződés, tehát 25 évig átadtuk bérletbe a sportegyesületnek a sportpályát. Ettől függetlenül, hogy a sportegyesület kezébe van, úgymond a sportpálya, ettől függetlenül a kartaliak ugyanúgy tudnak idejönni, ugyanúgy tudnak sportolási lehetőséget, illetve az önkormányzat is, hogyha bármit későbbiekben szeretnénk falunapot vagy bármilyen rendezvényt, akkor ugye rendelkezésre fog állni a sportpálya. Annyi az egész, hogy a sportegyesülettel természetesen egyeztetünk, hogy az ő életük, illetve a kartaliak élete is tovább folytatódjon, tehát ők is tudják élvezni. A sportegyesületnek azért adtuk oda, hogy fejlesszék, emeljék magas szintre a sportot, és akár a saját nevembe, de akár a képviselőtestület nevébe is mondhatom azt, hogy minden, ami Kartal életét előre viszi és fölfelé, az mögé az önkormányzat, a képviselőtestület mögé fog állni, és támogatni fogjuk. Hát a Kartal esélyben kb. 70-75 igazolt sportoló van, igazolt gyermeklabdarúgó, a legkisebb 5 éves és a 16 éves korig bezárólag. A Bozsik programban szerepelünk az U7-esekkel, U9-esekkel, U11, U13, ez mind a Bozsik program utánpótlás nevelő program keretein belül. Ezen kívül U16-ban indulunk nagypályás bajnokságban, és tavasz ősztől fogunk valószínűleg U17-es országos kiemelt MLS által szervezett futsal bajnokságban részt venni. A gyerekeknek heti 2 edzés van, kivétel a U16, ahol heti 3 edzés van, de ők már bajnokságra készülnek. Hát a Bozsik programon belül a gödöllői
labdarúgó klubbal vagyunk kapcsolatban. Mi hozzájuk irányítjuk a tehetséges gyerekeket, nem csak a tehetségkutató kiválasztó programokon keresztül, hanem személyes kapcsolatokon keresztül is küldjük a tehetséges gyerekeket. Van olyan gyerekünk már, aki Pest megye válogatott lett, és esélye van arra, hogy akár a magyar válogatottig is el tudjon jutni. Ő egy éve, másfél éve igazolt át Gödöllőre, Kalmár Endrének hívják, és nagy esélye van arra, hogy bekerüljön a magyar, akár a magyar válogatottba is. A Kartali Sportegyesületben focizó gyerekek eddig többnyire a sportcsarnokban tudtak edzeni. A sportpálya felújítási programjának köszönhetően azonban ezentúl a szabadban is lehetőségük nyílik gyakorolni. Korábban nyertünk az MLSS TAUS támogatáson keresztül közel 5 millió forintot fejlesztésre, ami három dologból állt. Egyrészt egy korszerű fűnyírú traktort vásároltunk a sportpálya füvének nyírására, illetve egy öntöző berendezést kútfúrással. Ez volt még a pályázatnak a másik pontja, ez is most már 99%-os állapotban van. Ez az öntözőrendszer teljesen automata, egy 55-60 méteres kúton keresztül érkezik a víz egy tározóba, és onnan egy automata berendezésen keresztül locsolja este, éjszaka, hajnalban füvet egy teljesen önműködő berendezés, a pálya teljes területét, tehát gyakorlatilag közel 7000 négyzetméter. A harmadik pedig egy laptop vásárlása volt, tehát ebből a háromból tevődött össze. Ez egy 5 millió forintos támogatás, 5 millió forintos pályázat volt, amiből 70%-ot az MLS állt. 1 millió forintot kaptunk az önkormányzattól, és a másik 500 000 forintot pedig a sportegyesület adta hozzá, így áll össze ez az összeg. Az önkormányzat és a sportegyesület együttműködése a jövőben is folytatódik majd a további fejlesztések érdekében. Nemrégiben beadtunk egy pályázatot, az önkormányzat megpályázta a műfüves pályát. Ez nem tudott volna létrejönni, ha nincs a sportegyesület, illetve neki a kapcsolata rendszere. A Kartali focipálya környezetének szépítésében a napokban az önkormányzat és a sportegyesület tagjai mellett ezen a vasárnapon a szülők is oroszlán részt vállaltak. Emellett a nap összekapcsolódott az utánpótlás bajnokságban szereplő gyerekek évzáró programjával is, így a tereprendezésen és kerítésfestésen túl egy közös főzést is vállaltak a nap hangulatosabbá és élménytelibbé tételéért. Én azt gondolom, hogy a szülőknek akár kérés nélkül is jelen kell lenni egy ilyen egyesület életében. Természetesen, hogy a konkrét kérdés érkezik, akkor azt gondolom, hogy szülőként nem igazán tehetem meg, hogy elutasítom. Lehetőségeimhez mérten segítenem kell az egyesületet. Ez a mostani alkalom, ez egy konkrét kérés volt. Az egyesület részéről az edzőkön keresztül jött a felhívás. Különböző fórumokon kerestek meg bennünket szülőket. Természetesen mi egymás között is elindítottunk egy külön csatornát, amin tudtuk egymást értesíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, eddig mondhatni egyedülálló, nem tapasztaltam eddig még ilyet, és nagyon fontosnak tartom az együttmunkálkodást, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekeknek egy komfortosabb, szebb környezetet tudunk ezáltal biztosítani. Már kis lépésekben haladunk, de bízom benne, hogy ezek után is lesz folytatása ennek a kezdeményezésnek, és reménykedem abban, hogy egyre több szülő fog becsatlakozni és segíteni ezt a közös munkát. Az önkéntes napra tervezett munkák befejeztével a gyerekek a szép időben, a megújult környezetben játszhattak, pihenhettek és búcsúztathatták el a 2015-ös-2016-os évadot.